Március 8-a van, sok örömet, boldogságot kívánunk az asszonyoknak virággal, szeretettel és megbecsüléssel. Ezekkel a szavakkal köszöntötte a lányokat, asszonyokat a Nemzetközi Nőnap alkalmából Türmer Gyula, munkáspárt elnöke és kampánycsapata a Csepeli piac bejáratánál. Elnök úr, a napokban utcára vonultak a munkáspárt aktivistái, hogy a nőket köszöntsék ugye nőnap alkalmából. Önöknél, az önök pártjánál fontos szerepet töltenek be a nők? Március 8-a a Nemzetközi Nőnap. És nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a munkáspártnak óriási szerepe volt abban, hogy március 8-a megmaradt a nők ünnepének. A rendszerváltás után minden létező politikai erő el akarta törölni. Az a 90-es választáson március 8-án épp a munkáspártja személy szerint én voltam az, aki Veszprémben az első nőnapot megrendeztük, és ez mind a mai napig így van. És nagyon jó, hogy március 8-án őket ünnepeljük. A nők a munkáspárt számára is meghatározóak. Szeretjük őket, becsüljük őket, életük részét jelentik. Sokan úgy érzik mai nap is még, hogy férfi és nők között egyfajta társadalmi különbség van. Tud ön olyanról, hogy ez nálunk Magyarországon is létező jelenség? Mi nem értünk egyet azzal, hogy el lehet törölni férfi és nő között a különbséget. Férfi és a nő között nyilvánvaló természetbeli különbségek vannak. A probléma ott van, hogy a tőkés társadalom ezeket a különbségeket felnagyítja, kihasználja, és a tőke és a pénz javára próbálja hasznosítani. Ma nőként elhelyezkedni, tudva azt, hogy gyerekem lesz, meglehetősen nehéz. Tőkés vállalatok nem érdekeltek abba, hogy olyan asszonyokat, lányokat foglalkoztassanak, akik utána elmennek szülőszabadságra. Hiába van törvény, hiába van politikai akarat, a pénz ereje sokkal nagyobb. Mi ez ellen küzdünk. Segíteni kell a nőket abban, hogy vállalhassanak a gyereket, hogy a családok nevelhessék, hogy itt lehessenek minden nap közöttünk. Mai kapitalista társadalom sajnos a nők ellen van. Ebben vannak fizetésbeli különbségek, innen vannak helyzetbeli különbségek, és egyáltalán versenybeli különbségek. Küzdjük le a kapitalizmust, és akkor képesek vagyunk leküzdeni ezeket a különbségeket is. Politikai programjuk végrehajtásában mekkora szerepet kapnak a nők? A munkáspárt tagjainak jelentős része nő. A vezetésünkben, a 8-tagú elnökségben 2 asszony foglal helyet, és a megyei elnökeink egy része is lányok és asszonyok. Hallgatunk rájuk. A lányoknak és asszonyoknak egyszerűbb logikájuk van, sokkal gyorsabban és sokkal jobban átlátnak olyan helyzeteket, amelyeket mi férfiak nem tudunk átlátni. Ők vannak közelebb a családhoz, ők viselik a terhet, és amikor szociálpolitikáról, ifjúságpolitikáról, oktatásról beszélünk, egyáltalán az ország fejlődéséről beszélünk, akkor mindig meg kell kérdezni a nőket, és mi meg is kérdezzük őket. Mivel köszöntik a nőket ma ezen a napon? Március 8-a van. Sok örömet, sok boldogságot kívánunk az asszonyoknak. Virággal, szeretettel és megbecsüléssel várjuk őket ezen a napon. Tudjuk, hogy nehéz sors vár rájuk a mai világban. Mi szeretnénk enyhíteni legalább ezen a napon a sorsokat. Kívánjuk, hogy dolgozhassanak az asszonyok, dolgozhassanak, élvezhessék az életet egyenlőképpen a társadalom más tagjaihoz, a férfiakhoz képest. Hogy legyen erejük nevelni a fiatalokat, hogy közöttünk legyenek, amikor a gyerek problémáit meg kell oldani, és támaszkodhassuk rájuk, mi férfiak, az élet mindennapjaiban, a jövők megteremtésében. És sok örömet, boldogságot kívánok minden lánynak és asszonynak Magyarországon.